Ez a random csapat. Ugye ezt csatornapontból lehetett bekérni. Így nézünk ki. Hát nem mondom, hogy nem félek. Gyakorlatilag nincsen több PF-em, de van egy még. Igen, Amir Kafi a 6-7 magasságával biztos PF-et fog játszani. Nem, mint a Tori Craig jobb lenne a 6-7 magasságával, szóval. De egy. Dorian is 6-7. Jó, hát akkor mindegy. Leonard 6-7. Hát jó. Nagyjából tisztában legyek a magasságokkal. Jó, oké. Gergő Pokémon tudása. Kösz, kösz. Bazzak, kösz a klippet. Na jó van, srát, figyelj, jetek. Annyit megnézek még, hogy be van állítva sinya csapattal kell menni. Az öreg Philo Jackson-t elvisszük, mert én úgy érzem, hogy ő segíteni fogja a csapatot. Jó, be van állítva minden. Aminek be kell állítva lenni. Fosok, fosok. Na jó, nyomjuk. New season. Első unlimited meccsünk. Természetesen a random team-mel. Iváni fogod a meccset? Hát, az meg. Jó. Nem lett rossz amúgy. Tehát ez egy egész egy korrekt random csapat lett szerintem. Már az, hogy kaptam két ametisztet, aznak nagyon örülök. Cserébe Rubit egyet se. Dinnyó! Ronaldinho az ellenfelünk, na. Maestro. Usu Mondeville az ellenfél. Hát jó. És mi az enemy csapat? Nem sikerült, pedig összetetted, fogod ugyanazt? Pedig az vicces lett volna, Réko. Kokodinho, Lillard, Edwards, Vince Davis, Randall. Jó, hát jobb csapat, mint a miénk, de nem nagyon epic, tehát jó, 2-2-ben elő, már nyomj egy ideje. Na, elhozzuk a kezdőlabdát, nagyon jó. Na jó. Oké. Okay. Ezt mindenki gondolja át, hogy miért marad ki. És ha tud, akkor válaszoljon nekem, mert nem értem. Tehát nem értem, miért marad ki. Na, hogy ez ilyen play-es gyerek, értem. Akkor jó. Megállt egy helybe, bekért egy play-t és várta, hogy magától mozog a játék, zseni. Zseni, ez az cuki, tetszik. Ne kell, dobni kellett volna. Egyetlen játékosom, aki nem tudja a triplát amúgy. Azt tudja a triplát. Ja. Fuck, nagyon szarú kezdődik. Hát kimaradt a full jack, utána nem dobtam el a wide open-t. Oké. Okay.
just around a minute and a half into the first quarter. On the wing, Jackson. Pass to Cunningham. Hát itt ki fogunk szopni, nulla pontunk lesz. Nem tudok egyszerűen pontot dobni, nem tudom mi van. Nagyon fura. Nem tudom. Vágom. Nagyon nem tudom mi történik. Gyerek, bekér megint egy play-t, figyelj! Nem kérd be most, nem kérd. Ja, értem. De érted, ugyanígy adtam egy alley-oopot, az övé működött. Hát jó. Rendben van. Jó. Megszereztük patkány módon az első kosarunkat, nem tudtam más csinálni egyszerűen. 8 pontot kaptam a semmiből, nem tudom levélegezni a gyerekek. Pedig nem extra amúgy. Nyomogatja a gombokat a kontrolleren, ennyit csinál. Nézd meg, egy helyben áll amúgy. Jaj. Hát az blokk volt, na. Azt a ilyet sem láttam még a valóságban amúgy. Ez kegyetlen volt ez a blokk amúgy. 5 szekje van. Menjetek már le pattanóra, kösz! Na, de hogy védekezi le az összes triplámat? Az megvan. Olyan, mint hogyha be lenne lassítva a gameplay amúgy. Aha! Very big. Come back. Gyerünk! Szedd a szavamat! Mire várunk amúgy? Keresi a plate, bazzeg, vagy mit csinál ilyenkor? Az gyönyörű! Behúzódott, azt hitte zsákolni fog. Mindegy, nem baj. Jó. Minusz 8-ról visszajöttünk minusz 3-ra. Sőt, minusz 1 az előbb még. Jó. Kezdeti balfaszkodás egy picit a lába. Jó, csak hát jön a cserepad, az a baj. Mert ezt így nem lehet játszani. Az baj, az a cserepod, az baj, bassz meg! Jó, nem tudom. Nagyon védi a 2-2-ből leválást. Meg kéne próbálnom amúgy a PF-re játszanom majd a kezdőcsapatnál legközelebb, és pick and pop-ot játszanom a pick and roll helyett. Mert mindig befele védekezik. Szóval, ja, még lesz egy támadása sajnos a Csákónak egyébként. Jokic, jó szép! Miénk az utcsó támadás, nyugi? Nyugi. Maravich! Jó. Kár, hogy maradt 2 szeg, de nem baj. Onnan már nem megy be. Still in this! Baszod! Still in this! Hol a piám? Adjál!
Pete! Pete! Pete, bazd meg, Pete! Pete Maravich! Ennyi! Milyen triplát dobott te? Ostorban! Na nézzük! Őnek is muszáj volt cserélni, Patty Mills és a haverok megért, nem? Julius Randle-ben maradt, érdekes. Ki a centere, Aldridge? Az LaMarcus Aldridge? Ez LaMarcus Aldridge? Hát mondjuk lassú a dobása, de tudja a triplát, szóval. Ó, bazd meg! Vágott, hogy láttam, hogy mi történik, és így tudtam levédeni? Sarokba akartam, amúgy csak nem ment oda. Nem értem, hogy nem volt fault. Nem a blokk, a blokk az blokk volt. Nem értem, hogy nem volt fault az, hogy fölugrottam és elnyomott. Ez fault. Tehát ugrok fel és meglök ugrás közben és nem fault. Hogy a halálban nem? Visszajött a Lillard. Ennyi volt. Ja, hogy SG-be használja Patty Mills-t. Értem. Az esélytelennek lassú a dobása. Jó. Megáll. Időkérdéseket ne felejtsük ezt spammelgetni, mert kell info. Mi fog történni? Ez nagyon fura ez a gyerek. Ez megáll egy helyben és így tolja alapból a gémet. Na, mi gondolkozik ilyenkor, hogy mit csináljam? Mi a... Na menj a kurva anyádba! Na menj a picsába! Te... Nem. Ez hogy nem falt, hogy rám ugrik? Jó. Kár kivédekezni egy támadása, utána bazdmeg ilyen történik a meccsben, hogy... Há, de érted, bazdmeg? Ő meg utána simán kontaktzsákol, de... Nekem nyilvánvalóan ennek kell történnie, persze. Mi más történt volna? Ja, hogy 47 contestet kaptam a nulla contest. Oké. És ott, igen. Tipikus 2K. Abból, hogy kihagyod a kosarat, abból neked kosarat kell kapni. Miért kell ezt csinálni? Megint 68 contest a... Nem tudom, láttátok-e semmire. Nem volt contest. Fizikailag nem volt az, hogy blokk. De nyilván visszaesik a kezében. Nyilván. Aha, persze. Bang! Oh, jön vissza a kezünk. Cunningham csak 91. Az a baj, hogy csak elsődleges labdakezelőm van, őket tudom csak spamelni. Most komolyan pauzolt egyet, hogy miért nyomom el az időkérdést, amikor cserélek? Te agyhalott paraszt. Te agyhalott. Hát, komolyan. Hogy lehet valaki a nyomori? Hát szerintem viccből várom végig a izét, időkérést, mit gondolom úgy? Biztos nem azért várom végig, mert esetleg cserélek amúgy, biztos nem azért. Átgondolom, hogy kit hozzak be meg ilyenek. Le kell szedni, tesa. Úgyis van, mehetünk. With it, with the drive,
Ezt nem értem egyébként, hogy ilyenkor majdnem kitol a pályáról. Aha, de semmi falt, érted? Elbaszta a kezemet telibe, bazd meg, de semmi falt. Nem értem. Hogy lehet semmi falt abból, hogy telibe bassza a kezemet? Ezt kivitte amúgy, tesó. Nagyon jó védekezik, basszat. Semmiből olyan cover-öket kapok amúgy, hogy nem értem. Ez hogy volt 21 cover? Mondd már meg, hogy ki állt ott, aki cover-öl. De tényleg azért szeretném tudni, mert senki. Tehát, hogy érted? Aha, fajt. Tehát nem értem amúgy, ezeket nem értettem, mert soha egyébként tavaly sem. Tehát, hogy én van, hogy üresen dobok is cover. Mi flagrant faultot kaptam? Na, azért a lejtős pályát nem kell lejteni még jobban, amúgy hello. Értem, hogy én vagyok vendég, de... Elnézést kérek, ez mi volt? Két büntető labda? Mi történt? Sima shooting fault volt. Anyád! Gyerek kapott ingyen két pontot. Megőrülsz. Oké. Okay. Oké, doki. Még mindig nem értem, hogy az mi volt, de mindegy. De nem baj, a lényeg, hogy kapott két ingyen pontot. Csak nem értem miért. Főleg egy ilyen szoros meccsen. Megint ő jön, mert én hoztam el a középkezdéset. Én hoztam el a labdát az elején. Nem értem. Miért nem lehetett triplázni? Ott volt a passz lehetőség triplára, az meg erre behúzódott, és azért nem tudtam eldobni ugye a triplán. Ez elvileg esélytelen. Aha! Jó. Nézzétek vissza lassítva, hogy mi történik. Hát, gyerek, az emberem elveszti az eszméletét, miközben blokkolják amúgy. Jó van akkor. Gyök kettő futás. Ezek a blokkokat is csak az ellenfél tudja megcsinálni, én soha nem. Oké. Nincs kérdésem. Elvette konkrétan az alley-oopot a kezemből. Elindult a csúszka, és eltűnt. Holott ott állt a meccs helybe. Az mi? Az charging! Az hogy volt shooting fault amúgy? Az hogy volt shooting fault? Benne át a izébe a védekező körbe? Lehet amúgy.
Na, pauzolgass már tele, tag. Gyerek, bazd meg, kér egy időt és pauzolgat, hogy cserélek. Hát... Hova sietsz, bazd, megy a buszod, vagy a metró, vagy a vonat, vagy mi van? Hülye gyerek. Ekkora kamukat. Nem játszunk jól, de ekkora kamukat amúgy. Kegyetlen. És ugye, ez most már 4 darab ingyen büntető volt a gyereknek amúgy. Hát tökéletesen védekezik amúgy az... Ezt valaki klippelje ki, bo... Ezt... Step back, már... Tomjanovic! Tomjanovic! Aját, ez bank, ez nagy volt, ez nagy volt, ez még mindig hallatszik. Nem tudok oda menni. De érted, elindulok a centerrel és konkrétan gyök kettővel megy a full staminás Jokic. Csináltam úgy. Nem, egyszerűen nincsen dobásom. Azt is ki lehet klippelni, mekkora csalás történt a sarokba ott. Konkrétan rám baszott egyet izomból az ellenfél. Rendben. Így nem lehet nyerni. Tehát oda basznak, bazd meg, megkapom, oda basz egy kurva nagyot az enemi. Kézzel. Semmi. Nincs fújás, bazd meg. Oké. Okay. Megint nem fajt, oké. Okay. Hányadszorra nem fújja be a fajtot a játék, ami szint tiszta fajt amúgy? Kamu. Kurva nagy kamu, belassult a dobásom, miközben a wide open-t írt a játék. Az a baj, nem érzem úgy, hogy ugyanazokkal a kártyákkal játszunk. Majd ezt most ne úgy értsétek, hogy a kártyák, tehát hogy ez képletesen. Nem ugyanolyan esélyekkel indultunk ennek a meccsnek, vagy hogy mondjam. De... Ugyanaz a contest bemegy, bazd meg a gyereknek, ami... Hogy lehetek ennyire unlucky az egész meccsen amúgy? A gyerek a legszerencsésebb a világon konkrétan, tehát hogy nem látsz olyan 50-50 situation-t, amiből ő szarul jön neki. Nem látsz olyan 50-50 situation-t, amiből ő szarul jön neki. Nem beszélve arról, hogy csinálok egy elzárás és rajta van a triplán az ember ugyanúgy. Mint hogyha azért valami olyan fullos beállítása lenne, hogy nem lehetne semmit csinálni lenne. És nem értem, hogy mi ez, nekem is deny-ból van meg ilyenek. De ennyire nem tapad az ellenfélrel, játékosom. Minden egyes másodpercben fog minden egyes játékost. Hagyjál már a pauzzal amúgy? Azért pauzolgat egész meccsen a gyerek. Kérünk majd egy időt még, és visszahozzuk a Lenőadot.
Tomjanovicsot szintén pihentetjük még egy nagyon picit, de hát ebből már nem tudok visszajönni. 21 pontot az egész meccsen. Azért nem tudtam cserélni. Jó, mindegy, majd kérünk még egy időt, akartam még cserélni. Ó, de amit beállítottam, azt lecserélte, úgyhogy ez jó. Oké. Jó lett volna Draco, amúgy nagy lett volna. Nem, nekem semmi bajom azzal, hogy a srác is jól játszik, hanem ezzel a lejtős pályával, hogy baszik, kapott egy flagrantet a játékosom egy sima shooting faultért. És akkor két büntető, érted? És ezek nagyon számítani fognak a végén amúgy. Nincsen üres triplám, tehát hogy akárhogy próbálják azok egy tripla szituációt, mert tudok triplát adni ezek a playerek, és hiába. Nem jutok oda, vagy covered lesz. Vagy covered lesz, vagy nincs is üres szituáció. Oké. Nem. És azt leszedjük, jó? Nem, fault! Telibár, kimaradt a telibár. Srácok, ez milyen kamu? Telibár kimarad 87%-os büntető, azt ellenem 40-eket szoktak bedobni. Draco tanúsítja, bazzai, mutka 50-eseket dobáltak. Nem hiszem el. Kimarad a nagyon fontos büntető. Jó. Na! Ezt a két büntetőt ne felejtsétek akkor, amikor kikaptunk a végén egy-két ponttal, vagy akármennyivel. Aha. Just two katings. Két darab 87%-os büntetőn maradt ki. Kettő darab 87%-os büntetőn maradt ki. Kettő darab. Ja, rajta állt a vonalon és hármasnak adta a triplát kapott a gyerek. Miközben rajta állt a vonalon. Nem volt? Jó van. Oké, elengedtem. Ennek így kellett történnie. Köszönjük. Köszönjük szépen. Senki nem mondta, hogy nem tettem meg mindent ezen a meccsen, de... Az meg... Így nem lehetett, így nem lehetett. Azért folyamat fasságok történnek, érted? Hogy maradt ki két 87%-os büntető amúgy? És teli bár volt mindkettő ránézésre. És el is tűnt a bár, mintha bemenne fixen a tripla. Végén kaptam egy csomó ingyen kosarat megint. Vagyis ő kapott ingyen kosarat. Szóval egy-két pontos különbség megint ötre dúzzadt. És bosszúból minden időkérés végig vár, amiért én ott cserélni mertem időkéréseknél.
On the wing, Davis. Pass to Edwards. Davis inside. Jó van. Milyen boostot kapott az a Davis? Milyen boostot kapott? Összes olyan nem megy be, amit bekaptunk egyébként. Tehát ilyen fajta dobásokból, amit az elmúlt hármat kb. Kihagytam, mindegyiket dobott a gyerek az egész meccsen. Zseni. Nem értem. Nem értem amúgy. Mindegy, közlapec jó volt amúgy. Ez lehetett volna jobb is, ha nem ilyen gyerek van ellenünk. Szérontottam el a részt amúgy. Miért faltunk? Senki nem kérte, hogy faltunk. És ő van hazai pályán, szóval... Most nem nyom... Ja, picsa. De be lett kérve a random team Máté, ez egyik, a másik meg, hogy ez nem ezen múlt. Ez a meccs, ez Lakers team mellett miről szemettem volna. Ez nem ezen múlt. Nem, azért vagy csalódott, mert ebben több volt. Hogyha ez egy igazságos meccs, akkor nem kapunk ki így, hanem egy kosaras meccs a végén. Tehát, hogy annyira érződött ez az egész furcsa ilyen attitűd ezen a meccsen amúgy. Tehát, na ez érződött, ami a végén, és most ott állok egy helybe, Davis, tü, az kilök. Ez mi? És ez megtörtént a meccsen kb. Háromszor, hogy így rámugrottak és falt helyett kilöktek a pályáról. Tehát így nem lehet. Így nem lehet. Tehát hogyha az egyik játékosnak enged mindent, a másiknak meg semmit, így nem lehet. Szomorú, de jó voltam úgy. Elfogadom, ez van. Nem tudtam vele mit kezdeni. Igen, a 63%-os büntető maradt ki a gyereknek, nem a 87%-os amúgy. Azt igazi, hogy hozzátenném így halkan. Na, hagyjuk, ne fajtoljon. Ne faltoljunk, erre faltol magától. 5.11 szeknél már minek faltolunk? Ja, értem. 5? Jó, hát oké. Okay. Tehát 58% a slightly early büntetőbe ment. Oké, okay. Rendben. Rendben, 67% a slightly early büntetőbe ment. Oké. Okay. Tehát értitek, hogy mi az egészben nevetséges? Ott abban a szituációban 3 pont különbség volt talán, nem emlékszem, de mindjárt lehet megnézzük. Bennett nem fogja mutatni a két kiadott büntetőt. Abban a szituációban ott 3 pontos különbségnél bedobom a két büntetőt, 1 pont a különbség. Teljesen más az egész meccsnek a képe ebben az esetben. Helyette kimarad a két 87-es büntetőm, és a második büntetőből, ami kiesik, abból lefast break-el, és gyakorlatilag a plusz 4 helyett, nem plusz 2 helyett mínusz 4-et kapok. Itt ez volt, én úgy érzem, hogy ez volt a kulcs.
Ja igen, tehát a 7 per 10 büntető neki, igen. És körülbelül 3-at greenelt belőle, ha jól számoltam, de lehet, hogy rosszul. Tehát, hogy egyébként mindegyiket ilyen 60-70%-on dobta. Amúgy tripla egál. Nagyjából egál a kettesek, és ezért fura, hogy így kikaptunk. Több fast break-em volt. Több bench point-om volt. Konkrétan nem tudott a cserepaddal pontot dobni. Csak 4-et. Több asszisztom volt. Na, a lepattanó volt az, igen, az kicsit több. Steal neki 1-el, több blokk 1-el, több az belefér. Turnover egyébként, ami rengeteg volt, és fölösleges turnover. Tehát ilyen, hogy kitolt a pályáról. Na, ezek nem kellettek volna. Meg egy csapatfajtja volt. Tehát tegyük már össze a kezünket. Hogy faltolhatott egyszer az enemi engem? Hogy? Annyi falt szituáció volt, amit nem kaptam meg a múl. Ezen múlt egyébként. A faltokon és a büntetőkön múlt a meccs. Hol volt az a szituáció? Mindjárt mondom. Itt volt, aha. Na itt, pontosan itt. Bedobok egy layupot. 3 pont a különbség, kivédekezem. Ez volt az, igen. 4 perc volt vissza a meccsből. 3 pont különbséggel. Ebben a szituációban dobtunk 2 büntetőt. Bocs, hogy megmagyarázom, csak jól esik most. Dobtunk ebben a szituációban 2 büntetőt. 87%-os volt a 2 büntető. És mind a kettő kimaradt. És a második büntető lepattanójából kaptuk ezt a kosarat itt. Ebből a fast break szituációból. Egyébként azt hozzátenném, hogy fullosan emberről, de mindegy. Tehát, fullosan emberről, fast break szituációban kaptuk ezt a kettest itt, ezt. Betolt. Tehát, itt az aurája. Nézzétek a Davis auráját? Hopp. Ezt látja mindenki amúgy? Figyelj. Hopp, ott meglöki. Mi a fasz? A Davis aurája ellöki a centeremet. Ott, bang. És ezért tudja bedobni. Animációval. Animáció basszus. Az animáció eltolta a centeremet, geci. Itt. Ez egy sima kimaradt helyzet amúgy. Na és ebben a szituációban 28-27 az állás, 1 pont a különbség. És miénk a lélektani erőny, hogy visszajöttünk. Helyette mi történik? 33-25 lesz az állás, mert kapunk egy triplát is még pofánkba. És akkor innen még dobok egy triplát, visszajövök 5 pontra, aztán megint kapok egy kosarat, megint dobok, itt még ilyen 5-6 pont a különbség, de, és akkor itt jönnek a büntetők, ugye? Meg itt. És mindig 5 pont volt a különbség amúgy nagyon sokáig. Rengeteg büntetőt kapott a srác. Mutatom a lényeget. Ez. Egy szeknél. Na ez. Ezt nem értettem. Itt volt egy faltom. És azt gondolom... Nem is értem. Ezt nem értettem. Úgy, itt ez flagrant faltot adott a játék. De nem tudom miért. Na mindegy, mert egyébként a shooting falt akkor is 2 büntető, úgyhogy utána már nem dobott kosarat a labdából. Ide... Ezt érzétek? Ne kérdezzétek, hogy dobtam be. Figyelj. Step back. Takarodj. amúgy takarodj. Ez mi volt? Hát itt nem tudtam mit csinálni, vágott. Pánik volt, nézzétek meg az órát. 0,2-nél ér be a gyűrűbe a labda. Pánik egyszer dobás, bazd meg, azt a rohadt. Maravicsa nem lehet dobni, passzolok, levédekezi, step back. Na jó, ez életem kosara. Na jó, ez életem kosara volt. Hát itt is miről beszélni, tehát ez életem kosara szerintem kell. Tehát ilyen triplát ever nem dobtam. Ilyen brutál letájmolni egy step back-et, úgyhogy ember van rajtad. Nézzük, hogy ment a csapatnak amúgy. Pete Maravich volt a csapat legjobbja, Lampes csapatáé, mit draftolt nekem idézőjelben. 2 per 3 tripla, 4 per 7 mezőny. Szerintem az
Ez aláírható, tehát ez zseniális volt amúgy. Cunninghammel ott egyébként az 1 per 3 tripla, az 2 per 3, csak eltájmoltam egy triplát, azt magamra vállalom, az teljes mértékben az hibám volt, ott az egyébként egy fontos tripla is lett volna talán. Hát itt a 3 per 11-ben belejátszik az, hogy Cunningham sosem kapott faultot, egyszer sem. Tehát akárhogy betörtem, a Davis úgy leburta a Cunninghamet, hogy amúgy agyonbaszta kézzel, nem a labdát, de semmi. Ez fura volt. Amúgy Dorian Finney-Smith 3 per 4, az nagyon fura. Ez egy emerald lap, tehát hogy... What? Tomjanovic 100%. 1 per 1 tripla, 2 per 2 mezőny. Leonard is se volt rossz amúgy. Ezzel Hoiberggel nem tudtam kihasználni, hogy 90-es triplája van kb. Legközebb Lakers kérsz? Össze kéne tenni amúgy a Lakers csapatot, mert az nincs összetéve. Jó volt ez amúgy lampec, én adtam. Jó volt, köszi amúgy, jó volt. Arra haragszom, hogy a meccs szerkezete hogy épült fel, mert mi történt. De és... A hülyeség azon rugózni a büntető, de szerintem ezen volt a meccs. Értitek? Tehát, hogy ott, ha visszajövök egy pontra, teljesen más az egész. Ott szerintem utána a triplát azért kaptam, mert mérgeskedtem. És nem figyeltem védekezésben. Nyilván, hát el kellett volna felejteni a büntetőt, azt menni tovább. Na, nem baj. Jó volt, jó volt.